Egyre kevesebb szülő támogatja a távoktatást, nyilatkoztam a Mláden Sárcsevics ópázovában, ahol meglátogatta az egyik általános iskolát. A szerb oktatási miniszter elmondta, a felmérés a múlt héten kezdődött, ekkor a szülők nagyobb százaléka támogatta az oktatás online térben való folytatását, azonban ez a szám egyre alacsonyabb. Az általános iskolákban 15 fős létszámmal, 30 perces órákkal és nagyobb szünetekkel zajlik majd a tanítás, valamint a maszkviselés is kötelező a tanulóknak és a tanároknak. Billeneged, Ispop Pecset, Riposzád, nem jeda a 3 Arról, hogyan fog zajlani a középiskolai oktatás, Barát Gábor Gergely nyilatkozott a Pannon Presszó műsorában. A Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottságának elnöke kiemelte, a középiskolákra kettő modellt dolgozott ki az illetékes minisztérium. Az A modellnek a lényege, hogy, hogy a diák online, tehát otthonról követi a, az oktatást, a B modell pedig egy ilyen kombinált elképzelés, kombinált verzió, tehát egy hetet az iskolába, egy hetet pedig otthonról, de azt is ugye úgy határozta meg a minisztérium, hogy ha 16 főnél több a tanuló van az osztályban, akkor az osztályt két csoportra osztják. Barát Gábor Gergely hozzátette, abban az esetben, ha valaki az online oktatás mellett dönt, ez annyiban fog különbözni az előző fél évtől, hogy a diáknak az osztályzásra be kell mennie a tanintézménybe, emellett a középiskolákban is rövidített órák lesznek, a maszkviselés pedig mindenkinek kötelező lesz az iskola területén.